Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2020. február 4-én, kedden. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Fogorvosi álláspályázat. Zoldó Oda pályázat. Az egyes számú fogorvosi alapellátás álláshelyének betöltésére írt ki pályázatot Mezőtúrváros önkormányzata. A részletekről Herceg Zsolt polgármester sajtótájékoztatóján ismertette a pályázat részleteit a lakosság számára. A következő témának ugye szomorú aktualitása van. A fogorvosi téma az Ambro Dentál Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal kötött feladatellátási szerződés megszüntetéséről tárgyalt a képviselőtestület. Ennek ugye az apropója az, hogy dr. Ambrózi Péter főorvos úr ugye elhunyt, és ilyenkor a vonatkozó jogszabályi háttér alapján az örökös vagy az örökösök egy éven belül a praxist elidegeníthetik, erre nem került sor. Ilyenkor ugye az egy év elteltével az önkormányzatra visszaszáll a praxis jog. Hangsúlyozni kell, nagyon szigorú a jogszabályi háttér, hogy a november 19-én bontottuk föl a betéti társasággal a vonatkozó szerződést, és 2019. november 20-ától, tehát a következő naptól dr. Jódi Pál és dr. Patakfalvi Károly főorvos urakat bízta meg az önkormányzatunk a praxis vonatkozásában a helyettesítéssel. Az egyes számú fogorvosi alapellátás álláshelyének betöltésére az önkormányzatunk pályázatot írt ki, ezt a döntésünket hoztuk meg most az elmúlt héten. Hát ugye ennek az apropójáról már több alkalommal beszéltem, hogy a főorvos úr halálával sajnálatos módon ez a praxis megüresedett, és a célunk az az, hogy remélhetőleg minél hamarabb ez betöltésre kerül, ez pedig azt jelenti, hogy egy új orvos fog érkezni a praxis betöltésére. Hát annak a két főorvosnak, dr. Jódi Pálnak és dr. Patakfalvi Károly főorvos uraknak ezúton is köszönöm az áldozatos munkáját, hiszen Ambrózi főorvos úr halála óta ők látják el a fogorvosi ellátást itt Mezőtúron. Zöld Óvoda címért indulhattak a Mezőtúri Városi Intézmény Csodavár Központi Óvoda tagintézményei, amelyet sikeresen el is nyertek. A részletekről Patkus Éva, az intézmény vezetője nyilatkozott stábunknak. A Mezőtúri Városi Intézmény Csodavár Központi Óvoda tagintézményei milyen díjakat nyertek a közelmúltban? Nagy örömünkre szolgált az, hogy egy sikeres pályázat kapcsán a Zöld Óvoda cím elnyeréséért indulhattak a tagintézményeink. Az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 2019-ben 13. alkalommal hirdette meg a Zöld Óvoda cím megtartó Zöld Óvoda és az Örökös Zöld Óvoda címet, és ebben indultak a mi tagovodáink is. És ebben még annyit el kell mondani, hogy az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma összesen 235 feladatellátási helynek ítélte most oda ezt az elismerést. A 48 intézmény első alkalommal kapta, 78 intézmény kapta a második alkalommal, 65 intézmény kapta a harmadik alkalommal, 41 intézmény örökös Zöld Óvoda, 3 intézmény pedig címmegtartó Zöld Óvoda oklevelet kapott ebben az évben. De ez természetesen egy folyamat, amelyben az elkövetkezendőben, aki először megnyerte, pályázhat 3 év múlva a másodikra, aki másodjára nyert, az harmadikra, és így tovább. Nekünk a gyermekkert óvodának, a mesekert óvodának, a százszor szép óvodának és a harmadcsap óvodának 2019-ben kellett pályázatot benyújtani a harmadik címre, a háromszor is Zöld Óvoda címre. Ezt sikerrel is tették meg a kollégáink. Nagy köszönet érte, hogy megírták a pályázatot.
Először is tanúságképpen átnézték azt, hogy ideig mit terveztek, mi volt az, ami végrehajtható volt belőle, és egyfajta fejlődési szintet is meg kellett tervezni ezzel kapcsolatosan, hogy hogyan lépnek tovább majd abban a tagintézményben, a környezetvédelemmel, a környezet megismerésével kapcsolatosan. Miután ez megszületett, a terveket elkészítették, és utána pedig Tóth Klára intézményvezető helyettes volt az, aki összefogta ezeknek a pályázatoknak a segítését, és innen került ki aztán az intézményből a pályázat, és annyira sikeres volt, hogy tulajdonképpen meg is felelt annak a követelmény rendszernek, amit a minisztériumok felállítottak ezzel kapcsolatosan. Így aztán 2020. január 23-án ünnepélyes keretek között adták át azt az oktörület, amit itt is lehet látni, ez éppen most itt a Mesekerté, de ugyanez a másik három tagintézményre is szól. Ők is megkapták, és ezzel kapcsolatosan ez nem csak annyit jelent, hogy egy oklevél, hanem azt is jelenti, hogy az elkövetkezendőben a kollégáink bármilyen olyan környezetvédelemmel kapcsolatos tervet, amit megírtak és terveztek a munkatervükbe, azt joggal tehetik, hogy ezt szépen meg is tudják oldani, valamint figyelik azt is, hogy melyek azok a pályázatok, amelyek az elkövetkezendőben segíthetik akár anyagilag is, azt, hogy az óvoda bővüljön, szépüljön, és a környezetvédelemmel, a természetismerettel kapcsolatos tudnivalókat a gyermekek minél hamarabb, és minél alaposabban meg tudják ismerni. Az óvodába járó gyerekek mit tapasztalhatnak ebből? Hogyan néz ki ez mondjuk a gyakorlatban? Hát tulajdonképpen, hogyha a gyakorlatot nézzük, akkor például a hulladékoknak a kezelése egy nagyon fontos dolog. Az már a kicsikorból is megtanulható, és meg is kell tanítani őket arra, hogy hogyan kell szelektálni. Természetesen itt azért a első és legfontosabb az a papírhulladék, műanyagot hova tesszük. Melyek azok, amelyek szerves hulladékok, az a hogyan kell bánni, tehát a komposztálásról is szó van. És ahogy nyílik az idő, a gyerekek egyre többet tartózkodnak kint az udvaron, megismerve a környezetüket, a környezet megismerésével olyan fajta tapasztalatokat szereznek, amelyben akár a környezetnek a védelmére is feljogosítja őket, tehát a növények ápolása, az itt megtalálható kis élőlényeknek a megismerése, azoknak a életvitelének a átgondolása, ez mindig egy nagyon fontos dolog. És természetesen az óvodapedagógusoknak pedig a feladata az, hogy erre ráirányítsák a figyelmet. Mindenféleképpen fontos az, hogy tiszteljék a környezetüket, és becsüljék meg azt, amik van, illetve azokat az ismereteket, amiket szereznek, azt már utána tovább az iskoláskorba is tudják vinni magukkal, és számukra az, hogy a hulladékot hogyan kezelik, hogyan bánnak a körülöttük lévő élővilággal, ez legyen egy olyan természetes folyamat, amelyben az élni-élni hagyni és segíteni a más a környezetünkben lévő élővilágot, ez számukra legyen egy olyan elérendő feladat, ami tulajdonképpen a saját személyiségből kell, hogy fagadjon. Hogy látja az óráskorú gyermekek, mennyire fogékonyak a környezetvédelemmel kapcsolatos dolgok iránt? Hogyha valamit úgy vezetünk be, amely játékos formában történik, vagy úgy, hogy a saját érdeklődésüket is megcélozzuk vele, akkor hihetetlenül könnyű a dolgunk. Ez sohasem egy ráerőltetett dolog, hiszen így tulajdonképpen nem is került szinte sohasem a napfényre, hanem tulajdonképpen azt, hogy akár egyfajta játékos tevékenységgel, akár egy megismerő tevékenységgel, egy sétával, egy jó helyzet felismeréssel minden megoldható, és a gyerekek nagyon is fogékonyak. Azt a fajta elánt mutatják ilyenkor, amikor nagyon szépen oda tudnak fordulni, és az óvodapedagógusoknak az irányításával bármilyen olyan feladatra készségesek, például a növényeknek az ápolása, védelme. Ezt például nagyon-nagyon szeretik, és nagyon aranyosak tudnak lenni, mert rengeteget dolgoznak, akár a gyakorló kertekben, a virágos kertekben. De szeretik ők is, ha igényük van arra, hogy szépet segítség, ápolják, mert tulajdonképpen a gyerekeknek az önképéből, a miben létéből alakul ki ez, és mi mindig erre appellálunk, mindig a kíváncsiságukra appellálunk, és ennek a segítségével tudunk aztán tovább építkezni. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták, friss hírekkel majd holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!